Üdvözlöm a Törzsasztal nézőit az Argyai Halászcsárdából. Nagyjaink közül alig akad olyan, aki közömbös lett volna kora gasztronómiája, vendéglátási kultúrája iránt. A mai adásban Móra Ferencről, Szeged nagyfiáról szeretnék megosztani önökkel néhány gondolatot. Máig érdekes vélemény olvasható Mórának a Daru utcától a Móra Ferenc utcáig című könyvében a mindenkor közönség sikert arató kiadványokról. Szeretném, ha valami olyan könyvet írnál, ami biztos egzisztenciát jelent számodra, még a mai világban is, mondta egyszer az írónak a kiadója. El tudsz te ilyet képzelni? Így Móra. Hogyne. Három olyan könyv van, aminek mindig van keletje, akármerről fúj is a szél. Szakácskönyv, szerelmes regény és kalendárium. Móra sok mindenfélét írt, még iskolai tankönyveket is, de a fentiek egyikének megírására sem vállalkozott. Szakmai és helytörténeti érdekesség, hogy a szegedi várom vendéglátási és idegenforgalmi hasznosításának mozzanatait megörökítette a Szegedi Tulipános Láda című kötet Szeged kövei című fejezetében. Így ír. A várom a víz után érte meg hőskorát, amikor Steinmann Tata vendéglőnek bérelte ki a várostól. Aranybányának indult, mert Tisza Lajos is ellenlátogatott bele. Később Kállai Albert is odaszokott. Ennél fogva minden pantalós ember oda törekedett, s a meleg nyári estéken egész a kőpartig kellett kirakni a terített asztalokat. Éppen ez a nagy népszerűség riasztotta el a nagyurakat, és kerestetett velük más tanyát, ahol a népek nem néznek a szájukba. A várkocsma kiment a divatból. Ekkor kapta a helyiség a Rózsa Sándor börtöne titulust. A vendégek azonban nem méltányolták a nevezetes betyár érdemeit. Inkább csalogatta őket az, hogy az újság reklámok szerint a kioszkban nagyszerű cigányzene élvezhető. Mikor aztán egy-két fél deci kedvre derítette az idegent, és megkérdezte a vendéglőst, hol is tartózkodik az a cigányzene, a bérlő államfői gesztussal a kast terasza felé mutatott, ott szól a zene, de így távolabbról sokkal szülidebben élvezhető. Így aztán lassanként elszokott a vendég, s a vendéglős egyedül bámulhatta a holdat. Tudjuk még Móra Ferencről, hogy a szegedi Goldstein és Hajdú vendéglőben a fokhagymás rostélyost ízlése és kedve szerint készítették. Gyakran betért a mai József Attila sugárúton a Gedói iskola helyén Gedó Márton nyári vendéglőjébe. A mostani korányi rakparton Ónozó Póldiné halászcsárdájában is szívesen látott vendég volt egy-egy szolíd ebédre vagy egy pohár borra. Móra Ferenc felesége, Walleshausen Ilona, jeles és sokak által ismert és elismert háziasszony volt. Külön gyönyörűsége volt a vendégek ellátása. Följegyezték, hogy nagyobb ünnepen 30-nál is több étele került egyszerre az asztalra. Férje föl is palaszolta etéren való tékozlását. Naív szíve minden hevületével süti-főzi el mindenünket, írta egy 1914-ben kelt levelében az író. Móráné, megirigyelve férje irodalmi sikereit, szakácskönyvírására vállalkozott. Egyszerű, jó ízű és könnyen elkészíthető ételeinek leírásai óriási sikert arattak, és több kiadást megértek. Könyve anyagilag is sikeres vállalkozás lett. Kis és átlagpolgári háztartásra méretezett előírásai, a fortélyok és a variációs lehetőségek sokasága mindenki számára megkönnyíti a tűzhely körüli munkálkodást. Ezen egyszerűség jegyében ma egy nagyon finom egytálételt, káposztás nyulat fogunk készíteni. A káposztás nyulat készíthetjük tulajdonképpen akár csirkéből is, mint ahogy én legelőször életemben, gyerekkoromban ettem a délvidéki rokonaimnál Becsén. Ott csirkéből készítették, de én úgy gondoltam, hogy most a húsvéti nyulat megfőzzük, és káposztás nyulat készítünk belőle. Egyéb iránt akár kecskére is bízhatnánk a káposztát. Először is készítünk egy finom nyúlpörköltet, amihez a hagymát ugye apró kockákra vágjuk. Az én véleményem szerint, illetve ez tapasztalat is, hogy egészen más íze van a zsírban pirított hagymának, mint az olajban pirított hagymának. Hagymánkat lepirítjuk, közbe rakunk hozzá egész paradicsomot, és zöld paprikát. Az se baj, ha csípős, mert ez egy magyaros étel. Amikor lepirult a hagymánk, piros paprikával, őrölt piros paprikával megszórjuk,
lehúzva a tűzhelyről persze, mint már előző adásokban említettem, mert ha rajta adjuk a tűzhelyen, a paprika megéghet. Utána beletesszük a nyúlhúst, ami egész nyúl, comb, gerinc, lapocka, sőt még a mája is benne van. Ezután fűszerezzük a nyúlpörköltünket sóval, borssal, kis ételízesítővel és fokhagymával. Amikor a nyúl félfővésben van, szelt, édes káposztát, fejes káposztát teszünk hozzá, nem savanyú káposztát, édes káposztát. És fűszerezzük egy kis kaporral, egy kis finomra vágott kaporral, és nagyon jó fűszere a káposztának a borsika fű, de nagyon vigyázni kell vele, mert nagyon keveset kell belerakni, mert igen erős ízű fűszer, és elviszi a nyúlpörköltünk ízét. És tulajdonképpen, amikor a káposzta is megfőtt, készen is van ez a nagyon finom, igazán egyszerű, de rendkívül ízetes ételünk. A káposztás nyulat nem vesszük fel az algyai halászcsárda étlapjára, de aki elkészíti otthon, annak remélem ízleni fog. Itt viszont az algyai halászcsárdában továbbra is várjuk Önöket a halételek széles választékával. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!